In laudavole, e laudo vuoto fare arriva, in laudavole, sec. Így van. Meg egy osztrák. Mindjárt elfogadom. Pillanat. Pillanat, mindjárt elfogadom, csak meg vagyok egy picit így zavarodva most. Na, akkor Csinál. igen. Indítsd a játékot, én lehet én is fölveszem a körömére. Jó. Így beszélgettünk hárman. Akkor. Kresó, mit szólsz hozzá? Oké. Van kedved? Tab. De most miért nem izélje shift tabot, hogy egyen meg? Ja, felvétel kell nekem. Gyorsan megyek fürdeni. Na, hát akkor nem leszel benne. Ah. Felvétel indítása. Így járt. Akkor nem leszel benne, nem érdekelsz. Jó. Akkor menj innen. Na. Szólj Dave, hogyha megy a felvételed is. Nálam már indult. Na. Akkor válsz ki a kocsidat. Mindjárt kiválasztom, csak. Igen, ez kell. Meg ez kell akkor. Megvan, mindjárt visszalép. De most de aranyos, hogy kialtaboztam és nincs izé hangolja. Ja, mert lehúztam a szében van. Lehúztam a hangkeverőbe egy másodperc. Tábis. Jó, te úgyse szerintem menjél fürdeni. Jó. Na. De várjál, majd átúzlak izébe. Most már van hangja a játéknak is. Privátra. Oké. Okay. Na, csak felvételt csinálom. Na. No. Oké. Okay. Na, akkor. Mehet. Na, üdvözlünk mindenkit. Nagyon sok szeretettel. Humpuker Gaming, illetve Dave Gameplay 97, alias Dave, alias Szolai Dávid, alias. Igen. És jó estét. Dave fiú kitalált egy nagyszerű ötletet azzal kapcsolatban, hogy ugye arra a szomorú hírrel indult a nap, hogy ugye elhunyt a vala volt egyik legjobb pilóta, ugye Niki Lauda. 70 éves volt, Isten nyugosztalja. És Dave azzal az ötlettel állt elő, hogy mi lenne, ha Brazíliába mennénk a 76-os Ferrari-val, mivel ugye Lauda is nyomta. És Kristóf, MDFK Kristóf, akit ugye már többször hallottatok nálunk, ő meg fölhozta azt, hogy mi lenne, hogy mennénk osztrákba is. Mert hogy azért csak egy osztrák emberről van szó, hogyha nem hűlne be a kontroller, na szóval, tehát csak egy osztrák emberről van szó. Miért dobta be a brit pályát? Nem tudom. Nálam még a brazil pályát mutatja. Na, szóval, tehát
brazil és az osztrák pálya. Úgyhogy ezeken fogunk menni. Így van, a brazil pálya pedig azért került be a felhozatalba, ha mondhatom így, mert a 76-os szezon a brazil nagy díjjal kezdődött. Úgyhogy... amit a film alakulása alapján, ha jól emlékszem, James Hunt nyert, ha jól tudom, de nem vagyok benne biztos. Már régen láttam a filmet, azért nem tudom. A Hajsza a győzelemért című filmről van szó, hogyha esetleg valaki még nem látta volna. Mehetünk akkor. Akkor redézünk, és hadd szóljon a buli. Ó, egyébként a Ferrarival még nem mentem, Sennának az autójával, igen. De Lauda Ferrariával még eddig nem mentem. Na. Akkor. Na. Itt nem kell setup, nem kell semmi. Na, akkor hadd szóljon. Egymás mellett próbálunk majd Dave-vel közgetni. Nehéz lesz. Vagy lehet, hogy egymás mögött. De... ugye itt azért megpróbálunk valahogy majd valahogy egymás mellett menni, ami eléggé nehéz lesz. Szerintem Dave, menjél előre. Mehetünk akár egymás mögött is. Akkor gyere, jobbról előzzél majd. És akkor lényegében így, mint Lauda. Jaj, tiszteletére. Hoppa. Lauda tiszteletére így. Elkörözgetünk így a brazil és az osztrák pályán. Három kört megyünk. Egyébként szerintem ennek a 76-os Ferrari-nak stimmel a hangja. Tehát itt nincs semmiféle hanggal kapcsolatos probléma. Egy kicsit megnyomom neki. Nyugodtan. Hány sebességes? 5 sebességes. Az komoly. Azt a kurva, hogy csúszik. Igen. Hát ez gépészkedni kell. Tudni, én kokpitből jövök. Én is. Úgyhogy minden tisztelet Laudának, hogy ezt elbírta vezetni. Az baj, azt tudom, hanyas sebességben vagyok. Igen, mert itt ugye a hard az... jaj! Na, én meg kiforogtam. Egyébként a HUD az csak úgy van, hogyha tévékamerából mész. Ja. Ami az egy kicsit... hoppa! Hopp. Na. Ez vagy, Dave? Én itt vagyok a... a célegyenes ráfordító előtt. Ami ugye... vagy így a pálya középső szakasza igazából.
Elvágtuk a pályát, semmi baj, semmi baj. Hát... ezzel azért tényleg gépészkedni kellett, tehát... hogy... azok a pilóták... ezt el tudták úgy vezetni, hogy nem volt semmi... szírszar elektronika. Az azért minden tiszteletet megérdemel. Igen. Jaj, fiú! Mert nagyon fura. Nagyon más. Az a fura az egészben, hogy ez a teli kormány. Igen, meg a Halo nélkül is fura, mi? Mert már hozzá vagyunk szokva a Halo-hoz, ha azt nézzük. Ilyen lassú köröket nézni, és életemben nem mentem, de nagyon durva. Hát, ezzel tényleg gépészkedni kell, tehát a füvön, én csúszkálok, driftelek a füvön. A füvön alapvetően driftelsz? Mondhatnám, hogy szándékosan. Majd dolgoztattam egy kicsit a... Mondjuk egy valamit hiányolok a jobb oldalon, a kormányon a izé nem világít, hogy mikor kell váltani. Az az egy, ami kimaradt. Az a kis lámpa. Nagyon durván néz ki. A Ferrari basszus. Most így üzébe mentem. Úgyhogy... ja, elég kemény. Na, ez így. Na, nagy taps járni kinek, hogy ezt így el tudta vezetni. Hát, akkor te gondolom ez volt a legjobb. Igen. De ez azért kemény. De azt csípem, amikor oda került a izé. A Ferrarihoz, ugye a filmbe vezette ugye a tesztpályán, azt mondja, hogy ez nem ló, ez egy disznó. Azt mondja neki a mérnök, hogy ne beszélj így egy Ferrariról, ilyet nem mondhatsz Olaszországba, mit képzelsz? Azt mondja, szarok én rá, nem megy ez az autó, ez egy disznó. És így néz rá a mérnök, így tágos szemekkel, hogy mit mondod most, aztán Niki így visszanézve, most mit, kb. Azzal a nézés, hogy most mit lepődsz meg ezen. Vére valaki már mondta a véleményét. Igen, de azt mondta tényleg, hogy mert volt vele egy interjú, és azt megnéztem, hogy akkor tényleg nagy baja volt a Ferrarinak. És még ő beszélte meg a mérnökkel, mert meghallgatta az Enzo Ferrari, és utána rávette az Enzo Ferrari a mérnököt, hogy hallgassa végig a Nikit. És megkérdezte az Enzo Ferrari tőle, hogy mennyivel tudná gyorsabb lenni, hogyha átépítenénk az autót. Azt mondta, 1,2 vagy 1,8 másodpercet tudna jobb kört menni. Átépítették, és tényleg annyival gyorsabb volt. És onnantól kezdve megvolt egy olyasfajta, tisztelet, hanem
elfogadás a Enzo Ferrari részéről. Ami azért nem mindennapi volt abban az időben. Megyek majd én mellett, mögött mellettem. Ez itt tényleg nagyon brutál. Kis előzgetések is. Ugye nekem az, hogy manuál váltózom. Még nettesebb a buli. És semmit nem látok. Jó, én nekik ez... Aha, tehát nem látom azt, hogy melyik sebességben vagyok. Kíváncsi vagyok. Ötösbe. Azt a kurva, geci, milyen hangja van? Hát ez rohadt jó. Hoppá, hopp, 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 hopp. Ajjaj. Jézusom! Én csak hallgatom, én csak autókázok most. Hát ez egy nagyon kemény egy autó. Hát ez nagyon kemény. Még én megszenvedek vele egy kicsit attól függetlenül, hogy be van kapcsolva minden segítség.
Hát, ja. Úgyhogy hatalmas tisztelet tényleg, aki ezt az autót vezette, mint... Ki ekkortáj te fegyezett. Mint James Huntnak, meg a többieknek, akinek a, meg mindenkinek tényleg hatalmas egy tisztelet és kalap lengetés. Habár abból a érából már nem sokan élnek. Rányomhatsz, Dave, hogy elnyomhatom. Na, szép volt, Détári. Durva, eléggé. Pont egy ellőség. Ajja. És ez 12 hengeres volt, ha jól tudom. Nem tudom, hogy mit tudott ez a Ferrari, de azért ez így eléggé beteg. 12 hengeres volt, igen. Mert még a Lauda mondta, amikor átült Ferrariból máshova, hogy meg kellett szokni, hogy nem 12 henger van mögötte, hanem csak 8. Tehát 12 hengeres volt ez a Ferrari. Nem tudom, hogy vagy vele, Dave, de szerintem egy jó kis tribút volt így a... Igen, igen. Az, na, az nagy... egyetlen is utánozhatatlan Laudának. Igen, mert azt, amit ő átélt, azt hála Isten a Hamiltonnak, a Vettelnek, a Verstappennek nem kell megtapasztalnia. Hát itt kiderülne, hogy kik voltak a pilóták. Igen. Én úgyhogy már mondó vagyok, Dave, hogy zárjuk, ha tetszett a videó, akkor... kérlek titeket, nyomjatok egy lájkot. Így van. Illetve iratkozzatok fel, hogyha újak vagytok. Hát jó volt, Dave, jó volt az ötlet, úgyhogy köszönöm, hogy részt vettem benne. Igazán nincs mit. Én köszönöm, hogy részt vettél benne. Úgyhogy... Egy kicsit zavarba is voltam, mert nem tudtam, hogy fog tetszeni az ötlet. Egy jó ötlet volt szerintem, és így azért durva ezekkel az, hogy durva volt ezzel az autóval menni. Érdekes experience volt. Igen, igen, igen. Úgyhogy Dave szemszögétből majd az egész azt majd megtalálható nálam a leírásban, meg gondolom Dave-nél ugyanez. Így van. Úgyhogy... A csatorna linkeket igyekszem a videóknál pótolni, csak az utóbbi időben annyi videót vettem föl, hogy nem... Ja, nálam is hamarosan majd töltődnek fel majd a dolgok, de majd jövök majd egy ilyen speciális 100. feliratkozós kis Rocket League montással is. De arra csak nyáron lesz majd időm. Úgyhogy... Hány feliratkozód van YouTube-on? 104. Na, GG. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és zárásként szerintem elmondhatom, hogy rest in peace, Niki Lauda. Így van. Ez egy igazi bajnok. Így a viszontlátásra. Így van. Sziasztok.